A 2021-es, 2022-es tanévkezdésről kérdeztük a Kistelki Általános Iskola igazgatóját, Papni Guba Évát. A 2021-es, 22-es tanévkezdésről kérdezzük a Kistelki Általános Iskola igazgatóját, Papni Guba Évát. Köszöntöm Önt, mit is tudhatunk erről a tanévről, milyen határidőknek kell megfelelni? Hát a 2021-22-es tanév 2021. szeptember 1-én kezdődik. Reményeink szerint egy nyugalmas tanévnek nézünk elébe, már ami a pandémiás helyzetet érinti, és a lehetőségekhez képest én bizakodó vagyok, hogy nappali munkarendben fogunk tudni végig az iskolába járni. Az ezt megelőző, szeptember 1-ét megelőző időszak előtt még vannak teendőink, például a javító vizsgák azok augusztus 25-én és 26-án szerdán és csütörtökön délelőtt lesznek. Azokat a tanulóinkat, akik érintettek ebben a témában, őket személyesen kiértesítettük levél útján, úgyhogy ők tudják azt, hogy nekik mikor kell megjelenniük pontosan a sikeres év, tehát a sikeres év végzéséhez szükséges tudásukról most itt számot tudjanak majd adni. A tankönyvek megérkeztek, hiánytalanul megérkeztek a Kisteleki Általános Iskolába, és ezeknek a szótírozása jelenleg pont folyamatban van. A tankönyvosztásra az előző éveknek megfelelően az utolsó héten, augusztus utolsó hetén kerül sor, pontosan augusztus 25-én, 26-án és 27-én, szerda, csütörtök, pénteken, délután 15 és 19 óra között. A tankönyvek mindenki számára ingyenesek, és semmiféle nyilatkozatot, vagy nagycsaládos kedvezményt, vagy semmiféle ilyen nyilatkozat nem kell hozzá. Gyerek is eljöhet érte, szülő is eljöhet érte, egy aláírás kell, hogy átvette a tankönyveket erre a tanévre. Ezek az információk majd fönt lesznek az iskola honlapján, úgyhogy ott is nyomon lehet majd kísérni. Én hagyományos tanévnyitóra készülök, amelyet augusztus 31-én, kedden délután 17 órakor kívánunk megtartani. Hát addig még van körülbelül 2 hét, úgyhogy hogy a járványügyi helyzet hogyan alakul, hogy ezt majd csak az utolsó pillanatban tudjuk meg, de én hagyományos, az egész iskolát érintő tanévnyitóra készülök. Azt mondtam, hogy reményeink szerint nyugalmas tanévnek nézünk elébe, már ami az oktatás nappali rendjét jelenti, azonban az iskolában elég nagy felfordulás lesz a következő tanévben, ugyanis elindult az EFOP 412-es pályázatunk, amely során a Petőfi utcai szárny egy teljesen új emeletet, egy harmadik emeletet fog kapni, a Bercsényi utcai, illetve az alsó tagozatos épület részünk teljes egészében megújul, az összes nyílászáró kicserélődik, az összes tanterem, burkolat, villamossági és festésmázolás felújítást fog kapni, illetve az udvarunkon egy közel 400 négyzetméteres kétszintes épületet is fogunk vagy álmodtunk meg, ahol fejlesztőszobák, technika szaktanterem, könyvtár, tehát olyan funkcionális helyiségek fognak kialakításra kerülni, amelyek még komfortosabbá, még 21. századibbá teszik az iskolát. Ez egy több mint 800 millió forintos beruházás, amely kezdetét vette július végén az iskolában, és legalább 1 évig fog tartani. Tehát én azt kérem majd mindenkitől, hogy megfelelő toleranciával álljunk ehhez a helyzethez, hiszen ahhoz, hogy a következő évtizedekre tényleg egy nagyon korszerű iskolába járhassunk, ahhoz ez az 1 évnek a kellemetlenségét azért valamilyen szinten el kell viselnünk mindannyiunknak. Az első ilyen kellemetlen lépés az, hogy a Petőfi utcai bejáratunkat azt át kellett, hogy adjam a kivitelező számára, hogy a munkagépekkel megfelelően meg tudják közelíteni az épületünket. Ezért a bejárás az általános iskolába csak és kizárólag mindenki számára a Bercsényi utca felől fog bekövetkezni. A Székely kapun jöhetnek majd be az alsó tagozatosaink az alsós udvarra, és a felsősök pedig a Bercsényi utca felől tudják a felsős udvar felől megközelíteni majd az épületet. Ez a szülőknek és mindenkinek, aki az épületbe be akar jönni, ez erről a két bejáratról lehet majd lehetséges.
Hát ugye ez egy kicsit majd fönnakadást fog okozni, remélhetőleg azért minél gyorsabban meg fogjuk ezt szokni, és hogyha lehet, akkor ne gépjárművel hozzák majd a szülők a gyerekeket, mert itt akkor a tumultus lesz, hogy fél nyolc és három-négy-nyolc között nem lehet se lekanyarodni, se parkolni itt az épület környékén, hanem hogyha lehet, akkor időbe rakják ki a gyerekeket, vagy pedig biciklivel, kerékpárral gyalogosan közelítsék meg a gyerkőcök az iskolát. Az első osztályosoknak mit ajánl így az iskola kezdés előtt, hogyan is készíthetik fel a kicsiket? Hát azt kérem a kedves szülőktől, és azt javaslom magam is, két gyermeket fölnevelve már, azért van némi tapasztalatom, hogy ez még van két hét az iskola kezdésig. Egyrészt pihenjenek, amennyit csak lehet, játszanak ezek a kisgyerekek még a következő két hétben, de azért egy kicsit próbáljunk már legalábbis a napi rend szintjén aklimatizálódni az iskolás hetekhez, hiszen azért a következő kilenc hónapban nagyon sok feladatuk lesz ezeknek a kisgyerekeknek. Az első és a legfontosabb, hogy időben feküdjenek le. Ugyanis a pihentető, kielégítő alvás az alapszükséglet ahhoz, hogy az iskolában vagy bárhol is helyt tudjanak majd állni, és azoknak a feladatoknak, kihívásoknak, amelyek itt majd fogják őket érni, azoknak könnyedén meg fogjanak tudni felelni. Az általános iskola első osztályában érkezve ezeket a kisgyerekeket a tanítónénik még óvodásként fogadják, és pontosan tisztában vannak azzal, hogy kell több hónap, fél év átmenet ahhoz, hogy valóban kisiskolások legyenek ezek a kisgyerekek. Ehhez minden szakmai segítséget meg fognak kapni a tanítónéniktől, a kisgyerekek is és a szülők is, de nagyon-nagyon fontos lesz az együttműködés a továbbiakban, hiszen itt nagyon fontos mindannyiunk számára az, hogy a kisgyerek a lehetőséghez képest a kompetenciái fejlesztése során a lehető legmagasabb szintre tudjon eljutni. Ez közös érdek, pedagógusé, szülőjé, kisgyereké, intézményvezetőjé természetesen, de ehhez tényleg azt mondom, hogy nagyon nagy fokú együttműködés szükséges. És még egyet kérek, ne rémizgessék a kicsiket az iskolával, hogy jaj, majd az iskolába a tanítónéni hújjújjúj, nem, a tanítónéni imádni, szeretni fogja őket, tanítani, nevelni, és azt gondolom, hogy tényleg egy közös feladat lesz az, hogy sikeresen tudják majd teljesíteni ezt a tanévet. Ugye ebben a tanévben 4 első osztálya, 90 kis elsőssel indulunk, ami hát egy szép feladat elé állít mindannyiunkat, de hát szeretettel és örömmel várjuk őket. A 2021-es, 2022-es tanévről kérdeztük az Árpád Fegyelem Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatóját, Tóth Gabriellát. 2021-es, 22-es tanévkezdésről kérdezzük az Árpád Fegyelem Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatóját, Tóth Gabriellát. Köszöntöm Önt, mik is várhatóak ebben a tanévben, mit tudhatunk erről? Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát az biztos, hogy ez a tanév majd szeptember 1-én el fog indulni. Mi tervezzük ugyanúgy, ahogy az eddigieket, viszont egy kicsit hamarabb már ugye megkezdődik azért a tanév az iskolában. 23-án fogjuk a kis gólyáinkat egy gólyatábor keretében, majd egy egynapos gólyatábor keretében augusztuszeren egy kicsit közelebb hozni egymáshoz, meg az osztályfőnökeikhez is. Utána majd 26-27-én a néhány javítóvizsgára, vagy osztályozóvizsgára is sor fog kerülni, akiknek még nem sikerült lezárniuk az előző tanévet, és akkor szeptember 1-én reggel 8 órakor hagyomány szerint tanévnyitóval kezdjük az első tanítási napot, és akkor utána pedig osztályfőnöki órákon részben át fogják venni a tankönyveket a diákok, részben nyilván az új tanévhez kapcsolódó szervezési feladatokat, balesetvédelmi oktatáson vesznek részt, tehát amit ilyenkor az első nap szoktak. Nyilván a kilencedikeseknek egy kicsit több dolga lesz, ők alaposabban megismerkednek a házirenddel és egymással, a tantárgyakkal, stb. Ilyenkor hirdetjük ki ugye az órarendet is, és minden olyan dolgot, ami az új tanév indulásához kapcsolódik. Hány osztály indul ebben a tanévben, és milyen szakok is indultak a kilencedikesek számára? Összesen 6 osztályban folyik az oktatás, 9. osztályban 2 osztályt tudtunk indítani,
egy általános tantervű gimnázium osztályt, ahol majd 11-től lehetőség van különböző tagozatokon tanulni, média-humán tagozat, vagy digitális kultúra, természettudomány, illetve angol-matematika tagozatot lehet választani a diákoknak, de el fog indulni az új technikumi képzés keretében az informatika ágazati képzésünk is. Ez már ugye a tavalyi évhez hasonlóan, amikor átalakult a technikumi képzés, azt jelenti, hogy 5 évet itt fognak tölteni a diákok, és 5 év után kapják meg az érettségi bizonyítványt is, és a szakmai bizonyítványt is. Mi várható a következő tanévben a diákok számára? Hát mi nagyon reméljük, hogy visszatérünk azokhoz a hagyományokhoz, amiket hát körülbelül két éve már nem tudtunk teljes mértékben végigcsinálni itt az iskolai életet tekintve. Ugye mi mindig megtervezzük a munkatervet, akár a tanítás nélküli munkanapokat, akár a rendezvényeket, ünnepségeket tanév elején, és eddig az elmúlt két tanévben mindig a járványhelyzet miatt felül kellett ezt írni. Nagyon bízom benne, hogy az idén ez akár semennyire, vagy csak nagyon kis mértékben fog módosulni. Ugye amennyiben bármiféle előírás érkezik a óvintézkedések betételére vagy megtételére, akkor azt mi betartjuk. Most egy olyan lehetőség áll a diákok rendelkezésére, néhányan jelentkeztek is, és élni fognak vele, hogy a tanévkezdés előtt, augusztus 30-án lehetőségük van arra, hogy az iskolában, illetve hát az oltóponton, de az iskola orvos közreműködésével jussanak hozzá a COVID elleni védőoltáshoz. Ez mind a 4 év folyamnak a rendelkezésére áll. Néhány diák jelentkezett, azt gondolom, hogy azok, akik ezt akarták eddig a nyár során, és ugye ez a kampány már júniusban elindult, meg tudták tenni, de aki esetleg most gondolja azt, hogy az iskola kezdés előtt érdemes felvenni a védőoltást, akkor lehetőségük van nekik is erre. Egyébként meg nagyon bízom benne, hogy még ha akár a maszkviselés, vagy távolságtartás, vagy egy kicsit a munkarend átszervezése mellett is, de azért tudunk iskolába járni, minél tovább, vagy minél többet, hiszen azért az előző tanévből 6 hónap kimaradt nekik, és az azt gondolom, hogy a 4 évből, amit egy középiskolában eltöltenek a diákok, így már, hogy a második évben is ilyen sokat töltöttek otthon, ez nem tesz jót se nekik, se nekünk itt az iskolában. Tankonyha épül a gimnázium épületében, erről mit is tudhatunk? Igen, most nyáron kezdődött egy beruházás, amely egy nagy 5,5 millió eurós hatalmas pályázatnak az egyik részlet. Ez egy ilyen határon átnyúló pályázat, úgyhogy a fő pályázó az a román fél, és ebben a mi iskolánknak annyi szerep jutott, hogy itt a konyhánk felújítása és kibővítése kerül, abból a célból, hogy egy tankonyhát hozzanak létre, amelyet tankonyhaként egyelőre a Szegedi Szakképzési Centrum fog működtetni, vagy használja a tanulók képzésére. Későbbi tervekben nyilván szerepel az, hogy az iskola is minél inkább tudjon belőle profitálni, akár az étkeztetés, akár az oktatás területén. Junior országos bajnokságon vett részt a Hétkerék Egyesület. Csala Nikolettet kérdeztük a részletekről. Junior országos bajnokságon Tatabányán vett részt a Kistelki Hétkerék Egyesület. Erről kérdezem az egyesület edzőjét. Csala Nikolettet köszöntelek. Mit tudhatunk erről a versenyről? Sziasztok, köszönöm szépen. Hát ez a tatabányai Kelet-Európa Kupa, illetve junior országos bajnokság volt egyben. Igazából a hazai versenyek között az egyik legnagyobb versenynek minősül, hiszen ugye országos bajnokságról beszélünk egyrészt, másrészt viszont jönnek a külföldiek is. Nekik ez egy Kelet-Európa kupa, egy forduló. Ez a kelet-európai országokban több helyen is megrendezésre kerül. Igazából a COVID-helyzet miatt így a tavalyi évben ez nem valósult meg, de hál' Istennek most ezt megrendezték, és voltak is külföldről versenyzők, nem olyan sokan, de azért megjelentek, és ennek nagyon örültünk, mert azért a hazai mezőnyt, akik már nagyjából azért tisztában vannak egymással, és ismerik egymást, kicsit azért így megzavarják, meg nyilván nem nagyon ismerik őket, nem tudják, hogy mire számoljanak, úgyhogy biztos, hogy kis izgalmat keltenek ők is. A profik
tanárokkal 12-en mentünk, az amatőrökkel pedig 4-en. Ez most kicsit megfordult nálunk. Ugye korábban, a korábbi években az volt a jellemző, hogy több volt az amatőr versenyzők, mint a profi. Most már átléptünk abba a stádiumba vagy szintre, talán felléptünk, mondhatom így, hogy sokkal több profi versenyzőnk van, mint amatőr, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, de természetesen az amatőrökből tevődik össze majd később az utánpótlás, úgyhogy őket sem fogjuk elhanyagolni. A profiknak 4 távjuk volt összesen, az amatőröknek pedig 3, ez egy rövid, közép, illetve hosszú táv, a profiknak pedig 2 sprint táv, 2 hosszú táv. A junior országos bajnokságnak az az érdekessége, hogy mivel országos bajnokság, külön tevődik össze a sprint országos bajnokság, illetve a hosszú táv győztese, valamint ad egy összetett eredményt is az egész. Tehát nagyon komplikált volt, 3, sőt az Európa kupával együtt 4 eredmény hirdetést bonyolítottak le vasárnap délután, úgyhogy nem unatkoztunk. Váltóversenyek is voltak még tartva a vasárnapi napon, és igazából szerintem összességében 16 gyerekkel ugye vettünk részt, a profik és amatőrök összeadva. Szerintem nagyon jó eredmények születtek. Mik voltak ezek az eredmények, amik ezen a versenyen születtek? Kezdeném akkor az amatőrökkel. A junior F-es fiúknál Fülöp Marci 3. helyezést ért el, junior S lányoknál Fülöp Lilla 9. lett, kadett lányoknál Szabó Jászmin 1. helyezést ért el, és kadett lányoknál Gyurkovics Tamara 3. lett. És akkor áttérnék a profikra, ugye az amatőröknek az, amit elmondtam, nekik csak egy összetett a 3 táv eredményéből adódó pontszám alapján csinálták meg az eredményhirdetést, illetve az összpontszám így adódott. A profiknál volt egy kicsit bonyolultabb a helyzet itt ezzel a külön értékeléssel. A D-s lányoknál, junior D-s lányoknál itt még összetettet hirdettek. Béres Kata 5. lett, Fülöp Náli 7. helyezést ért el, a junior C-s lányoknál szintén összetett eredményt hirdettek, itt Kis Hanna 4. helyezést ért el, Bálint Zsófi 7. lett, a kadett lányoknál összetettben Jenei Evelin 9., Bálint Janka 12., Bitó Liliana 13., Hegedűs Kata 14., Paragi Dorka 15. lett, a kadett fiúknál itt volt egy kis bontás, ugyanis az összetett eredményhirdetésben, tehát az összes távot, hogyha együtt nézzük, Nagy Kristóf 2. lett, a hosszú távon szintén Kristóf szintén 2. helyezést ért el, és a sprint országos bajnoki címet azt viszont elhozta, tehát dobogó tetejére állhatott föl. A tesója Vilmos, ő összetettben Nagy Vilmos 4. helyezést ért el, a junior B-s lányoknál Abonyi Csenge 7. lett, és a legnagyobb lányokkal szeretném zárni a mezőnyt, a junior A-s lányoknál összetettben Nagy Violetta Milla 5. helyezést ért el, Bitó Szilvi pedig 6. lett, és itt a Millának a sprinten volt még egy kiemelkedő 3. dobogós helyezése. Egy traktor, egy bálázógép és a tarló égett vasárnap délelőtt Szatymazon az őszeszéki tanyáknál. A szegedi és a kistelki hivatásos, valamint a sándorfalvi önkéntes egységek közös erővel 3 vízsugárral folytották el a lángokat. A tűzben senki sem sérült meg.